Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Nem volt unalmas politikai közéleti szempontból az elmúlt egy hét. Itthon a politikusainknak nem elég izgalmas a szakszervezeti ősz, ezért kormányátalakításos hangulattal tromfoltak rá erre. Hogy mit hoz ez, arra ma este vagy holnap délben derül fény, annyit azonban már most tudni lehet, hogyha az egész kormány nem is, de egyes miniszterek biztosan megbuknak. A dolog pikantériája, hogy a nagy esélyesek között van a Tudosé kabinet szürke eminenciásának, Liviu Dragneának a kedvence, Sevil Sajde is. Egy a PSD által megrendelt közvéleménykutatás egyébként arra mutat rá, hogy Mihály Tudoszénak drasztikusan csökkent a népszerűsége. Egy másik, kvázi független, viszont arra, hogy Liviu Dragnea indexe van a padlón. Belpolitikával kezdjük a sajtóprést, Gáspári Attilát, Gáspár Sándort és Karácsonyi Zsigmond köszöntöm a stúdióban. Uraim, jó estét! Uram, jó estét! Készítettünk egy összefoglalót azoknak a nézőknek, akik nincsenek napirenden a belpolitikával, majd ezután megpróbáljuk eligazítani mindenkit ott, ahol talán nagyon nehéz vagy lehetetlen eligazodni. Még nincs kormányválság. A Szociáldemokrata Párt Országos Végrehajtó Bizottságának csütörtöki ülése után közlik a menesztendő miniszterek nevét, jelentette be kedden Liviu Dragnea pártelnök és Mihály Tudose miniszterelnök. Lapértékelések szerint a PSD vezetősége a keddesti rendkívüli ülésén elfogadta a kormányfő kormányalakítási szándékát, és ezzel elhárult a kormányválság közvetlen veszélye. Az elmúlt napokban Mihály Tudose szembefordult Liviu Dragnea PSD elnökkel azáltal, hogy kormányátalakítást helyezett kilátásba, és meg szeretne válni a PSD által támogatott, ám korrupt gyanús miniszterektől, illetve további két tárcavezetőtől. Mint ismert, a korrupció ellenes ügyészség három miniszter ellen kezdeményezett eljárást, Sevil Sajdeh, Rovana Plombe és Viore Lilie. Sajtóértesülések szerint rajtuk kívül Livio Pop oktatási és Petre Daea mezőgazdasági miniszter alatt inoga bársonyszék. Tudose elismerte, hogy feszült a viszony a Liviu Dragneával, a PSD elnökével, és elmondta azt is szűk körben felvetette, hogy szükség esetén maga mond le a kormány éléről. Ezt azonban a pártvezetősége nem fogadta el. Liviu Dragnea kedden úgy nyilatkozott, a jelenlegi miniszterelnökkel, a jelenlegi kabinettel szeretne dolgozni a továbbiakban is. A kormányfő távozása amiatt is felmerült, mivel az Avantgard közvéleménykutató legfrissebb felmérése szerint az egy hónappal ezelőtti 47%-ról 25%-ra csökkent a Tudose kormány támogatottsága a lakosság körében. A PSD-hez közel álló közvéleménykutató cég szerint Mihály Tudose miniszterelnök bizalmi indexe is folyamatosan süllyed, jelenleg 27%-os. A keddi egyeztetést követően Mihály Tudose megerősítette, hogy a végleges döntés csütörtökön születik meg, és akkor hozzák nyilvánosságra menesztendő tárcavezetők nevét is. A kormány átalakítás és a PSD-n belüli feszültségek kapcsán tegnap Tudose Klaus Johannis államfővel is egyeztetett. Kedd délután ülésezett a PSD koalíciós partnerének, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének vezetősége is. Ennek oka az volt, hogy a kormányalakítás az ALDE egyik miniszterét, Viorel Iliét is érintheti. A vezetőségi ülés után Varuzsán Vozgányán képviselő közölte, pártja nem fog egyetérteni Viorel Ilie leváltásával. Alig 100 nap telt el azóta, hogy Mihály Tudose beköltözött a Viktoriai Palotába, és úgy tűnik, ha neki nem is, de egyeseknek menniük kell. Most mi történik a belpolitikában? Ez nagyon érdekes, mert nem csak az érintett politikusok vagy a környezetük próbál különböző szenáriumokat felállítani, hogy honnan is ered ez a mostani, hát boszorkány üldelőzésnek is nevezném egyes kormánytagok ellen, pont akkor, amikor a kormány olyan határozatokat kellene hozzon, illetve olyan törvénytervezeteket kellene átadjon a parlamentnek törvénykezésre, mert itt vagyunk nagyon lemaradva, ami rezegteti a lécet. Tehát ne feledjük el, hogy az utóbbi időben nagyon sokszor vitatárgyát képezte az igazságszolgáltatás reformjáról szóló törvénytervezet, és ez húzódik. Én hajlok arra, hogy nagy mértékben ehhez is kötődik az a tény, hogy elővették ezt az ügyet, ami Dragneához is
próbálják kötni, mármint azt, hogy egy bizonyos területet, ami vízügyhöz tartozott, vagy vízügyi rendelkezés átminősíteni, átadni valakinek. De itt is még vitatkoznak, mai nap is azt hallottam, hogy nem lehet, még földrajztudósokat nem kérdezték meg, hogy az valóban sziget, vagy nem is éri mind a négy oldalát, vagy körben nem éri a víz. Tehát egy ilyen abszolút homályos. Úgy tűnik, hogy itt valamiért a közvita tárgyát, vagy a közérdeklődés tárgyát el akarják terülni lényeges kérdésekről. Október elején vagyunk, ilyenkor elő kellene készíteni már a jövő évi költségvetést. Költségvetésnél nagyon fontos problémák és tételeknél rezeg a léc, ugyanis nőttek rendkívüli mértékben, és talán, hogyha szidni lehet ezt a kormányzást, illetve a PCD, vagy a szociáldemokrata ALD vezetését, az az volt, hogy túlságosan erőltették felpörgetni ezeket a közszférában levő béreket, ami már is látszik, hogy utcai tüntetésekkel fenyegetőznek, idáig csak bizonyos szakszervezetek mozdultak meg. Elég nagyot harapott ez a kormány, illetve a szociáldemokrata párt túl gyorsan akart bizonyos dolgot keresztül vinni. Legelőször az emberek anyagi éhségét akartak kielégíteni. Na most innen indulnék én el, amikor ezekről az ügyekről beszélnék. Persze itt most már ne felejtsük el, hogy öt miniszter neve is szóba került, nem csak az a két miniszterasszonynak a neve. Nem csak Szevil Sajd és Romana Plumb. Nem csak Szevil Sajd és Romana Plumb, akik érintettek lehetnek, vagy legalábbis ellenük vizsgálódnak, tehát maradjunk ezen a szinten. Tehát az, amikor olyan kifejezéseket hallunk, hogy, és most penált mondok én is, ahogy szeretik mondani, székelyes, tehát azért mondom, tehát, hogy bűnvádi eljárás van ellenük, nincs egyelőre, hogy nyomozgatnak, behívják mindegyre, és kérdezgetik, hogy mi van. Tehát ennyit tudunk hivatalosan, senki nem adott ki olyan közleményt, ami azt bizonyítaná, hogy ellenük már megfogalmazott a bűnvád. Tehát ezen a szinten vagyunk. Na most ilyen esetben arra hivatkozni, hogy ezek a miniszterek nem tárgyalóképes partnerek, akár Brüsszelben, akár máshol, hát egy kicsit, hogy mondjam, furcsa. Az elmúlt évek, évtizedekben volt még ilyen eljárás, és nem volt ekkora hisztériakertés ennek e körül. Tehát számomra itt, ha nem is akarok én vázolni egyfajta szenáriumot, egyfajta forgatókönyvet, mégis úgy tűnik, hogy valamiért gyengíteni szeretnék, hogy ki és miért, arról ma este talán fogunk beszélni. Gáspári Attila, ki és miért szeretné gyengíteni? Na, nem tudom. Igazából nem tudom, hogy ki, hogy miért. Az egyértelmű, hogy a PCD-t hiteltelenítsék, és minden energia az ellenzék részéről, és sajnos az államelnök részéről is megnyilvánul ebben a dologban. Igen, de hát bejön ez a hiteltelenítés, ugye most jelenleg nem, most, tegnap. Most ne induljunk ki a televízióknak, hogy mit akarnak ők látni. Mert de ne sajnos, az Avantgárd felmérésből. Nem az Avantgárd, az IMASZ-ról beszélünk, még mindig magasan a PCD vezet, és ha előrehozott választások lesznek, simán megnyerni a választásokat. Itt én azt látom, hogy aki nekem tényleg nem szimpatikus, de az én véleményem nem számít, Dragnára megy ki a játék, tehát minden róla szól, felújítanak, aki körbevette őt. Vegyük ezt a Sajdé ügyet, ugye? Annak idején ki akarta nevezni kormányfőnek. Az államelnök azt mondta, hogy nem. Emlékszünk rá, ugye? Nagyon nagy balhé volt, bedobtak minden kártyát, hogy muzulmán származású, hogy arab kapcsolatai vannak. Egy lépés lett volna, hogy végül is egy terrorista, aki most fel fogja Romániát robbantani. Jó? Attól megszabadultak, akkor megint csend volt, akkor most elővettek egy olyan ügyet, ami hogy mondjam, engem megdöbbent. Tehát egy kormány egy gyűlésen hoz 120 határozatot. 120 kormányrendeletet szoktak, mit tudom, sokat. Ha egy ügyészség kezdi vizsgálni azt, hogy ez most ő meghozhatta ezt, vagy nem hozhatta meg, ilyen alapon mindenki, aki életében egyszer egy kormány határozatot megszavazott, vád alá helyezhető, feljelenthető és leváltható. Na most mindenkit, akit megvádolnak, leváltunk, akkor tényleg nem tudom, mi marad ebből az országból. Én úgy érzem, hogy itt az ország destabilizációja folyik. És akárhányszor az igazságügyi reformja szóba kerül, valószínűleg kéne az igazságügyi
ügyben valami reformot végrehajtani, mert azért az mégse fair dolog, hogy például emberek ülnek 3 évet anélkül, korrupciós ügyért, anélkül, hogy egy lejt hazavittek volna, vagy egy lejjel megkárosítottak volna valakit. Tudjuk jól, milyen esetről beszélek például. Vagy elővesszük ezeket, hogy korrupciós ügy volt egy volt épületnek a visszaadása. Lehet, hogy törvénytelen volt, de nem mondjuk, hogy korrupciós ügy volt, mert lehet, hogy tévedett valaki egy papírba, nem tudom. Na jó, tehát visszatérve ebbe a Sajdé ügyre, ugye elővesznek egy olyan ügyet, ami ezelőtt legalább 5-6 évvel volt ügy, vagy történt meg ez a kormány határozat. Most én is tudom, hogy mielőtt kineveznének valakit, azért a titkos szolgálatokkal egyeztetés szokott történni, hogy te figyelj, ha nem lehet menni, mert van 8 zabi gyereke Új-Zélandon, és akkor ez kiderül, és akkor stb. Tehát itt 2 kérdés van. A titkos szolgálatok nem tudták ezt a fajta úgynevezett Dunaparti átjátszást? Ha nem tudták, akkor a titkos szolgálatok most mondjon le. Vagy tudták, és félretették a dossziét nehéz időkre, amikor kell, majd elővesszük. Akkor is mondjon le. Tehát én nem szeretek egy olyan országba, vagy bizonytalanul érzem magam egy olyan országba, amikor bármikor elővesznek valamit, meglobogtatnak, míg nem tudod, hogy mi van vagy nincs, ami egy politikai döntés volt. Ez egy politikai döntés. Egy katolikus iskolának a megindítása egy politikai döntés. Normális, hogy a miniszter felhívja a tanfelügyet, és megkérdezi, te, csináltatok ott valamit, vagy nem csináltatok semmit? És azt mondja, jelentem, dolgozunk rajta. Hogy ez bekerüljön dossziéba, kihallgassák ezért a volt minisztert. Hát, akkor hát nem, tényleg nem tudom, oda jutunk, hogy nem válaszolunk már a családtagjaink telefonhívására se, aki azt mondja, te nem tudnál szerezni nekem 2 színházjegyet? Nem tudok szerezni, én is most állok sorba érte, vagy hogy hazabeszéljek. Ez a fajta bizonytalanság nem jó. És nézzük meg azt, hogy abban a pillanatban, ahogy onnan indultam ki, az igazságügy reformja szóba kerül, megjelenik az amerikai nagykövet, és elkezd aggódni. Jaj, hát én is aggódom, édeseim. Aggódom, hogy fegyvert tartanak Amerikába, és egy fehér ember, aki nem terrorista, és nem iszlamista, és nem tudom, kikönyököl az ablakon, és több száz ember meg. Ha nagyon aggódom érte, remélem a román nagykövet bement a fehér házba, és aggodalmát fejezte ki, és nem röhögték ki. Tehát nem lehet így kormányozni, az amerikai követség 2 percenként kijön, és azt mondja, hogy jaj, nem jó ez. Vagy az Európai Unióhoz akarunk tartozni, el kéne döntsük. Vagy pedig meg akarunk felelni bizonyos katonai objektumoknak, de akkor nyilvánítsuk az országot katonai felvonulási területté, adjanak menetfelszerelést, és akkor eldöntöm, hogy megyek vagy nem megyek. De nagyon úgy érzem, hogy Románia kezd egy katonai területté válni, egy ilyen hidegháborús központtá, ahol valahogy le kéne butítani mindent, és minden gomnyomásra működjön, kiszámítható legyen. Térjünk vissza egy picit a kormány átalakításra, vagy a tervezett kormány átalakításra. Most ez nem tudom, hogy elszólás volt-e részemről, vagy sem. Ugye van ez az Avantgárd felmérés, amiről Gáspár Attila elmondta, hogy hát a felméréseknek ne higgyünk, ugye van ez a mondás. Nem higgyünk, az IMASZ-nak hiszek. Tehát Alin Teodorescu, bocsánat, tehát tegnap elmesélte, a probléma Dragneával van. Tehát Dragnának kevesebb a népszerűsége, mint a PSZD-nek, és a kormányfőről azt mondta, hogy bármikor átveheti, és nőni fog. Igen, de hogy az a furcsa ebben az Avantgárd felmérésben, hogy ezt a szociáldemokrata párt rendelte meg. Ismertették ezt a felmérést, ami kihozta ugye azt, számunkra most a fontos pontja ennek a felmérésnek az, hogy drasztikusan csökkent 47-ről 25-re a kormány népszerűsége, és Mihály Tudosszé népszerűsége is. Hát a jelenlegi benzin és gázolaj árak miatt, vagy csak hogy miért volt a szociáldemokrata pártnak, miért volt fontos, vagy hol érte meg a szociáldemokrata pártnak Liviu Dragneának? Ne beszéljünk szociáldemokrata pártról. Akkor beszéljünk Liviu Dragneáról. Pontosan erről. Róla könnyebben lehet beszélni, mert a párt, ez egy pártkonglomerátum, tehát nyilvánvalóan a jelenlegi kormány koalíción belül több egymással is szemben álló nagyon erős csoport létezik. Mert ezzel együtt ennek az egész csoportnak a legerősebb embere mégiscsak Dragnea, akit hihetetlen erős támadások és komoly érvek ellenére sem tudtak eltávolítani, még csak megingatni sem. Úgyhogy, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Grindiano kormány is milyen ügyesen, szépen arra szolgatott 100 napig, és utána gyorsan megbukott,
most is lejárt a 100 nap, ami európai mércével türelmi időként udvariasságban mindenkinek kijár. Most lejárt a 100 nap, és akkor esetleg megerősödhetne a kormány, ami egész biztos nem tetszik Dragniának, aki bevallottan... Mi lehet azoknak az összeesküvés elméleteknek, hogy én nem, Dragnia ismét nem összeesküvés elméletet mondok, én csak azt tudom, hogy ő többször kijelentette, hogy ő szeretne miniszterelnök lenni. Jó, de nem tud, nem lehet az. Az egy kérdés, ő nem hiszi, és ebből a szempontból én nem csodálkozom, hogy a különböző kormányoknak a gyenge pontjai egy adott pillanatban nagyon visszhangosan bukkannak elő. Hogy ő egyedül állna e mögött, vagy mások is vannak, az kérdéses, erről nekem pontos információm nincsen, de nagyon könnyen megtörténhet, hogy sok embernek, több különböző érdekcsoportnak érdeke az, hogy itt igazán stabil, kiegyensúlyozott élet, politikai élet ne legyen, mert hát Románia önmagában eléggé fontos ütköző zónában fekszik. Ugye egyfelől a volt Szovjetunió, az orosz befolyási övezet, másfelől Törökország és közel az iszlám által befolyásolt területek, óriási területek. Tehát ebből a szempontból ennek a területnek, ahogy Attila mondta, katonai támaszpontok révén rendkívül nagy a súlya, a fontossága. Kérdés, hogy ezt mennyiben engedik önmagában lavírozgatni, vagy mennyiben tartják fontosnak, hogy kívülről irányítsák úgy, ahogy kell, mint egy repülőgép anyahajót. A mi helyzetünk, erdélyiek, magyarok, romániaiak, ezeknek a tényeknek a figyelembe vételével eléggé nehezen kiszámítható. Ezzel együtt azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a kormány igazán pozitívat eddig nem tudott felmutatni. Mert volt az a köztisztviselő fizetésemelés, ami helyjel közzel indokolt, de talán nem olyan nagy mértékben, mint ahogy végrehajtották. Itt van ez az üzemanyagár emelés, ami mindannyiunkat meglepet, hiszen nem ezt jósolták, és nem ezt ígérgették, és hirtelen szinte egyik hétről a másikra nagyon sokat drágult, ami az egész országot, az egész gazdaságot érinti, hiszen mindent szállítunk, tehát ez mindenre visszahat. És akkor itt vannak még a tanügyi gondok is, az általánosak a tankönyvek kerül, ugye, amelyet igazán néhány hét alatt lehetett volna korrigálgatni. Nem történt semmi, és a külön erdélyi magyar iskolaügyekről most még nem is szólok, nyilván ezek is benne vannak a pakliban, ezek is borzolják a kedélyeket. De akkor most akkor Liviu Dragnea tulajdonképpen jót tesz azzal, hogyha leváltja, vagy arra törekszik, hogy Mihály Tudoszét leváltsa, mert csak hogy az a furcsa ebben a történetben számomra, hogy ugye volt Soring Grindeanu, most jelenleg még van Mihály Tudoszé, tehát hogyha így 100 naponta váltogatjuk a kormányfőket, akkor nincs-e igazuk azoknak az elemzőknek, akik azt mondják, hogy lassan ez már nemzetbiztonsági kérdésé válik. Egyem idézel itt... most? Köszönöm. Nem, csak arra nézek. Köszönöm. Tehát, hogy ezek az elemzők szerint, igenis nem biztos, hogy jó az, ha Liviu Dragneának a személyes érdekei felülírják nem hiszem, az országnak az érdekei. Liviu Dragnea személyes érdekeiről van itt szó. Én is ezt mondtam az előbb, hogy nemzetbiztonsági problémák. Én azt veszem észre, hogy ezek ilyen, bocsáss meg Sándor, nem tematizált kérdések, hogy tanügyi, kit érdekel? De kit érdekel? Ezek nem okok arra, hogy megbukjon egy kormány. Össze-vissza a hülyeségeket csinálnak, de nem tudom, hogy belekergetik-e őket, vagy maguktól ennyire ostobák. Tehát mondok egy példát. Év elején felemelték a színészek fizetését. Hát mindenki elalélt odas vissza, de olyan hülyén csinálták, hogy utána még két kormányrendelet kellett jöjjön, hogy valami rendet teremtsen ebbe a dologba. Megváltoztatták a munkatörvénykönyvét. Elindult ez a hogy hívják, rendszer, tehát ilyen, hogy hívják azt, amikor bemész és aláírod, mit írsz kondikának alá? Mondjuk, kondikának mondjuk, szépen magyar. Jelenléti ívet alá kell írni. Na most képzeljétek el, megjelent a színházban jelenléti ív. A színész 8 órát kell dolgozzon. Heti 5 napot, tehát szombat, vasárnap ül otthon. Amikor előadás van, akkor is otthon, de nem. De kérdem én azt, amikor én otthon tanulom a szöveget 10 órán keresztül, és akkor sem tudom megtanulni, akkor azt hova fogom pontálni, vagy akkor létre fogom? A jelenléti évvel 3-4 évenként mindig megpróbálkoznak, ezt a szerkesztőségben is igyekeztek alkalmazni, aztán legyintettünk rá, ez elkapott. Ez elég ürügy oki arra,
hogy valakiket megint le lehessen váltani, le lehessen cserélni. Tehát nincs egy folyamatos társadalmi párbeszéd. Nem rágjuk végig a törvény tervezeteket, nem kérdezik ki az embereknek a véleményét gyakorlatban, ugyanaz a helyzet az orvosoknál is. Valaki ül 8 óra ügyeletben, akkor ugye haza kéne küldeni 2 napra. Most kérdem én, nem tudom mi a helyzet, de szerintem nem rózsás, mondjuk Székelykeresztúron, ahol valószínűleg orvos hiány van. Hazaküldök egy orrfülgégészt 24 órára, vagy 48 órára, akkor a város leáll, és mehet. Kovászna megyében házi orvos hiány van. És még sorolhatnánk, de nem hiszem, hogy ezt valaki megtervezi kívülről. Ez a kormány siet, kapkod, nincs egy koncept. Kormány kapkod, vagy Liviu Dragnea kapkod? Ne keverjük össze ezeket az apró szakmai kérdéseket, amit nyilvánvalóan egy-két viszonylag alacsony beosztású tisztviselőnek az ötletei alapján növelnek botrányossá. A Dragnea ügyei pedig hát egyértelmű, hogy őneki nagyon fontos az, hogy az ő pozíciója erős maradjon, láthatóan sokkal erősebb, mint a körülötte lévő mások, hogy már lássa be ez az ország, ebben az országban mindenki, hogy ő neki kell miniszterelnökké lennie. Azt mondta te Zsiga az előbb, hogy álljunk meg egy picit. Véghallgattam, nagyon okosakat mondanak itt a kollégák, csak van te okosabbat tudsz? Én nem tudok okosabbat, nekem dilemmáim vannak. Halljuk. Tehát van egy adott párt, pillanatilag, illetve szinte azt merem mondani, hogy évtizedek óta egyetlen kormányképes párt. Igen. Egyetlen. 20 éve egyetlen kormányképes párt. Hogy koalícióban vagy, hogyan, az más. Ezen a párton belül mindegyre voltak mozgásuk. Emlékezzetek vissza, hogy hány miniszterelnököt cseréltek, hány kormányfőt, illetve pártfőnököt cseréltek, és egyik se volt túl hosszú életű. Tehát valami erre a pártra jellemző. Tehát itt mindkét szereplő, akár Dragneáról van szó, akár a kormányfőről van szó, ugyanebben a mókuskerék csapdában van, hogy ezeket ki fogják innen golyozni először vagy után, mert nagyon erősen feszül a pártban ez a, hogy kikerüljön hatalomra, bármint személy, kikerüljön hatalomra. Ezt még mindig nem tudta ez a párt rendezni. Iliescu óta szinte nem volt egyetlen egy olyan vezetője se beadnak a pártnak, akinek biztos lett volna a széke hosszú távon, ezt láthattuk, rövidebb vagy hosszú idő után kigolyozták, vagy esetleg még börtönbe is került. Nösztászéről ne feledkezzünk el. Ne feledkezzünk, mert ő elég biztos volt magában. Így van, és államelnöki pozícióra hajtott. Elég meg. Simán mentek a dolgok annak idő. Tehát kifele úgy nézett ki, hogy egy stabil, nyugodt építkezés. Azért mondtam el ezt a kis történelmi visszatekintést, hogy ez nem újdonság, ami most zajlik a szociáldemokrata párt körül. Az a sajnos, és még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem egyetlen kormányt adó, kormányzó képes párt, a többi párt alakulattal sajnos nincs mit kezdeni, tehát azok kisebb-nagyobb koalíciókban eljátszhatják a kisdelt játékaikat, de nem tudnak. Na most az a nagy probléma, hogy ennek a pártnak sincsen legalább rövid távú olyan programja, amit következetesen végigvinne, még akkor is, ha netán egy-egy kormánycsere bejön, vagy valakit cserélnek. Most is mi arról beszélünk itt a személyek, hogy most ki az erősebb kutya, Dragnea vagy Tudose. Közben valószínűleg, hogy háttérben teljesen más erők vannak, akik ezt feldobták. Én nem csak külső erőket mondok, párton belüli erők, akik szeretnék átszervezni az egészet és megszerezni a hatalmat. A tragédia az, mert itt említettük, hogy a tanügyminiszter milyen bunkó, vagy az egészségügyi miniszter milyen bunkó, mert én merem használni ezt a kifejezést, elnézést, kedves nézők, de hogy ezt mondom. Nem baj, ha bunkó, száz nap alatt nem tudta megoldani a tanügyi kérdést, száz nap alatt nem tudta megoldani az egészségügyben levő évtizedek óta felhalmozott nagy problémát. De ott van a katolikus iskola kérdés, ami szintén nem oldódott meg. Jó, lehetünk a katolikus iskolához de hogyha leváltják Liviu Popot, vagy menesztik Liviu Popot, igen, akkor mi van? Mert hogy egyesek szerint, akkor ismét újra kell kezdeni a tárgyalásokat, hogyha nem lesz a tanulmány. Aláírt olyan papírt, ami a katolikus iskola létrejöttét szavatolna, nem írt alá. Tehát nincs olyasmi, amiért újra. Tehát semmi nem változott, azért ne pánikoljunk ilyen kis személyekért. Azért ezek közül egyik se olyan markáns egyéniség a saját szakterületén, hogy zokogni kéne utánuk, hogyha kicserélik egyik vagy más miniszter. Az ellenben tényleg nagy probléma, hogy állandóan ilyen kormányválságba megyünk, mikor
egyes gazdasági mutatók szerint szerettétek az előbb mondani a felméréseket, én mondom a statisztikai adatokat, nemzetközi szinten is elismerik, hogy jól teljesített legalábbis az első 9 hónapban a gazdaság. Tehát mindezek ellenére működik a gazdaság. Sőt, nagyon jól működik. Na most itt van a nagy gond, hogy ezt szét akarja-e valaki verni, igaz-e az, amit mondott Attila, hogy van egy ilyen koncepció, vagy sejtetet, hogy esetleg Romániát gyengíteni gazdasági? Bocsáss meg, nem azt mondtam, hogy szétverni, azt mondtam, hogy legyengíteni. Ne legyen annyira manipulálható legyen. Szorgos, szürke emberekből álljon ez az ország. És azzal egyetértek. Reszelsz ott otthon a kicsi padodban 8 órát, hazamész, horgászol 8 órát, és alszol 8 órát. Azzal egyetértek, hogy engem is kiakaszt, már néhányszor elmondtam itt a te műsorodban is, hogy állandóan futunk az amerikaiakhoz, vagy jön az amerikai, és megmondja, hogy hogy legyen az igazságszolgáltatásban, hogy legyen más. Nem érdek, közben nekik csak az kell, hogy itten... Rakétapajzsot. Igen, hogy az a 2%. Ja, még kellett nekik autópálya, és ne felejtsük el a Bechtel. És itt van a legnagyobb korrupciós ügyek, visszatérve erre, a legnagyobb korrupciós ügyek amerikai vállalkozásokhoz kötődnek, amelyek mögött az mindenkori amerikai kormányzat egyfajta garanciát vállalt. Amikor a Bechtel idejött, akkor is kormányszintű garanciavállalás volt, még ha nem is volt aláírt papír, de ott volt, mert másképp működik az Egyesült Államok, a Microsoft ügyről. Igen. Hallottunk valakit, hogy Amerikában azért felelősségre vontak volna? Nem, hát miért? Ő magánvállalat, azt csinál, amit akar, lobby törvény náluk van, fizethet, ha akar, üdültethet, ha akar állítólag, igen, de minket kioktatnak, hogy mit ne csináljunk. És az, amit Attila mondott, még visszatérnék, és ez a legnagyobb tragédia, hogy át akarja valaki csúsztatni, hogy ne a demokratikus államokra jellemző erők működtessék az államot, tehát itt beszélünk parlament, kormány, államfő, hanem bejön az az erőszak, illetve vagy egy zsaroló szervezet, mert zsarolónak lehet nevezni, akik veszik ki, ahogy ti is mondtátok, az iratcsomókat. Egyetlen egy konkrét példa. Most arról beszélnek, hogy egy hónap lefolgása alatt a DNA, mert így ismeri mindenki azért, a korrupció ellenes ügyészség vezetője, két adatot mondott, hogy hány ügyirat van náluk. Hol 10 000-es számról beszél, hol 6 000 valamennyi. Tehát 3 000 iratcsomó valahol úgy csúszkál egyik fiókból a másikból, vagy valates. Vagy létezik, vagy nem létezik. Ez kell megdöbbentsen minket, hogy valóban kell itt egy reform, hogy ne legyen az, hogy egy polgármester, egy községi tanácsos, ha hoz egy határozatot ott, hogy közvilágítást kivel fogják majd, igen, elvégeztetni, holnap után elviszik őt szépen, és lecsikják. Egyáltalán miért kell közvilágítást? Mert este nem is sétálnak az emberek az utcán. Mert ezen a szinten élünk, ez így a legnagyobb tragédia. Tehát itt nem Drágnes Tudósziról van szó, és nem Sájdéról van szó, hanem ez az állam. Mert az, hogy kormányválságban, és kormányokat cserélnek, nem tudom, elfelejtjük azt, hogy Olaszországban volt, hogy évben volt 10-10, nem tudom hány kormányt, egyre másra 2-3 havonta cserélték a kormányokat. Létezett az ország, nem lett tragédia. Tehát ne pánikoljunk azon, hogy kormányválságban, azon pánikoljunk, hogy nincsen törvényelőkészítés. Nagyon helyesen mondta Attila, hogy de itt egy 400-os bűn van mindenkinek, aki ott van, hogy nem tudnak egy becsületes törvényt hozni, akár büntető törvénykönyvről, polgári törvénykönyvről van szó, mindig kellett javítgatni, és elmenve az oktatásig, annak a levét iszuk, mert itt beszélünk, hogy de oktatás kisebbségi. Bocs. Anélkül hogy pánikolnánk, mi lesz holnap, mire számíthatunk. Ugye látszólag tegnap késő délután Liviu Dragnea és Mihály Tudose, a Szociáldemokrata Párt legfelsőbb döntéshozó testületének az ülése után látszólag elszívták a békepipát, megállapodtak abban, hogy ha a párt vezetősége is úgy akarja, akkor nem fognak beleszólni a kormány munkájába, ha a párt vezetősége úgy akarja, akkor marad Mihály Tudose a kormány élén, és mennek azok, akiket ő szeretne, hogy menjenek. Nem tudom, bonyolult a kérdés, nem tudom, hazárdírozás volna bármit mondani, hogy 2 cserélnek, vagy 3 cserélnek, vagy 1 sem cserélnek. Mert azt hiszem, hogy mindenki nagyon sokat tud. És ha beáldozzák a 2-t, ugye a 2 hölgyet,
és azokat úgy elviszik úgy hosszabb beszélgetésekre, akkor ki tudja, miket fognak elmesélni, hogy hogy született egy kormánydöntés. És akkor még 10 ember, és még 10 ember. Hát olyan akkor lesz, még elvihetik, a... ha ott vannak a kormányban. Valószínű, hát nem tudom, mindegy, elvihetik, nem tudom. Rossz ez a bizonytalanság, és a legrosszabb az, hogy a lakosság nagy része felül erre a vonatra, és vérszaga van. Tehát élvezi, hogy vigyék, az eszest vigyék el, és utána az, aki azt mondja, az eszest vigyék el, bemegy a munkahelyére, és a vécepapírt leteker, és beteszi a táskájába, és hazaviszi. Mert ilyen szinten működünk, mert nézem, hogy milyen késő van, szarul neveljük a gyerekeinket. Ugye a szülőm tanítja becsületre, nem tudom, hogy ott az zebra, és 5 méterre át kell rajta. Szóval ez a probléma. Az egész országban ez egy nagy probléma, hogy nem szabad parkolni a járdára, csak 2 percet maradok. Szóval nem tudom, értitek-e, hogy vérszag van, mindenkit, aki politikus, zárjanak börtönbe, de ugyanakkor ránk ne vonatkozzon. Mennyire van vérszag, Gáspár Sándor úr, maradnak Sajdé? Bevallom, hogy én ettől még nyugodtan alszom. Akár így lesz, akár hála a jó Istennek, már úgy izgultam. Ma délután néztem a román hír televíziókat, és ott percenként röppent fel, hogy már beadták lemondásukat ezek a hölgyek, következő percben nem igaz, nem adták be. Hát tehát, biankócsek van én. Tehát, de ilyen szinten játszadoztak, hogy már mondták Rován Aplumba, hogy igen, kiderült, hogy mégse. Én szerintem mérnek háttérben. Erről van szó, amit mérnek Attila... háttérben, hogy mi a jó valószínűleg jel... lesz egy szépségtapasz. Egyet biztos be fognak áldozni. Igen. Most úgy érzem. Ami érdekes, emögött az, ne felejtsük el, úgy értettem, hogy tárgyalnak ezekkel az érintett hölgyekkel, és felajánlanak nekik olyan menekülő utat, állást, mondjam magyarán, ami nekik is megfelelő lenne, megfelelő lesz. Ne felejtsük el, Grindjánó esetében is volt hasonló tárgyalás, és ő akkor kicsit forró fejükként visszautasított. Ő nem élt ezzel. De később élvezte valamit, úgyhogy azért térjünk, visszasírta magát. Váltsunk témát, és beszéljünk hangsúlyosan erdélyi magyarokat érintő kérdésről. Következik egy bejátszás, azt követően. Szájba verték a magyarokat? Az RMDS elnök rossz üzenetnek tartja a közös jövő alakítása szempontjából, hogy a román pártok még a párbeszédet is elutasították az anyanyelvhasználati jogok bővítéséről. Szerinte ez csak úgy lehet értelmezni, hogy a magyarokat szájba verték. Október 6-ai nyilatkozatában Kelemen Hunor arra utalt, hogy a képviselőházban a múlt héten a román pártok érdemi vita nélkül elvetették az RMDS törvényjavaslatát, amely csökkenteni azt a lakosság arányt, amely felett egy kisebbség használhatja anyanyelvét a helyi közigazgatásban. Az RMDS elnöke felhívta a románság figyelmét, hogy a 2018-as centenáriumi év után is együtt kell élni a magyar közösséggel, és rámutatott, a kisebbségek identitásának megőrzését szolgáló törvény semmivel sem rövidíti meg a többségi nemzetet. Az RMDS képviselői szenátorai a múlt hét végén országszerte sajtótájékoztatókat tartottak az anyanyelvhasználati küszöb csökkentésének képviselőházi elutasításáról. Az RMDS-nek teljesen újra kell gondolnia a PESZEDE-vel kötött együttműködési megállapodást, ám ezzel egyidejűleg azt is meg kell vizsgálni, hogy miként lehet tovább lépni, hiszen az RMDS nem akarja magát elszigetelni a törvényhozásban, jelentette ki Csoma Botont Kolozs megyei képviselő. Korodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője a maszol.ro-nak adott interjújában úgy vélekedett, egyértelmű, hogy a kisebbségi kérdésekben sok eredményt most nem lehet elérni. Kelemen Hunor viszont bizakodik abban, hogy a 2018-19-es tanév kezdetéig önálló jogi személyiségként újjáalakul a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum. Erre a legbiztonságosabb jogi megoldás az, ha törvényt hoznak létrehozásáról, mondta. A Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy az anyanyelv használati küszöb vita nélküli elutasításával a román politikum gyakorlatilag elutasította a párbeszédet. Ő úgy fogalmazott, hogy arcul csapták a magyarokat. De ugye ez nem először történik meg az, hogy elutasítanak egy törvénytervezetet, ami épp a hangsúlyosan érintette volna a magyarokat. Ez most mégis miért fáj jobban az RMDS-nek? Ez, hogy párbeszéd nélkül? Elég sok idő eltelt azóta, amióta az RMDS nem úgy kommunikált a különböző hatalmi csoportokkal, mint azelőtt, és úgy nézett ki, hogy na visszatérünk a normalitáshoz, tehát megint egyeztetünk, megint lehet valamit tenni, ami megegyezéssel jobbról-balról, de mégiscsak számunkra fontos. És akkor hirtelen kiderült, hogy nem úgy van.
Hát ez nyilvánvalóan rendkívül udvariatlan gesztus volt, mert másról szóltak a háttértárgyalások, megbeszélések. Kelemen Hunor joggal hihette, hogy igenis ez a beszéd, ez a kapcsolatfelvétel, ez pozitív irányba fog vezetni. És akkor most nem úgy fogalmazott, mint eddig, hogy rózsaszín legyen minden, sokkal közvetlenebből. No, csak hogy az a furcsa, hogy voltak olyan sajtónyilatkozatai az RMDSZ vezetőinek, hogy erről igazából még nem tárgyaltak. Jó, nekem alapgondom van ezzel a kérdéssel. És amikor a Maros megyei képviselők sajtótájékoztatót tartottak, rájuk is kérdeztem, és sejtésem beigazolódott. Én azt mondom, hogy nem hinni, hanem tenni kell valamiért, ha át akarok vinni egy adott törvénytervezetet, vagy valamilyen módosítás, mert itt egy módosításról van szó, ami nem arról az 5%-ról szól, hogy pluszban nyerjük, hanem magának a közigazgatási törvénynek az alkalmazását. Igen, lehetővé tehát sokszor elmondtuk így azt, van. Hogy az a fontos, hogy ezek, tehát lennének igen. Alkalmazási normái ennek a törvénynek. Illetve szankcionálás. Pont erről beszél. De amikor megkérdezem a képviselőket, és kiderül, hogy úgy tűnik, hogy a valamikori Drágnával, és megint Drágja jön szóba, való, mit tudom én, baráti egyesség alapján arra számítottak, hogy akkor majd keresztül megy, és megszavazza a többség. Mert nem tárgyaltak. Ez nem adott parlamenti többséggel kellett volna csak tárgyaljon az RMDSZ, hanem minden parlamenti párttal nyerjen meg magának, mert utólag csodál. Csak, hogy meg lehet nyerni a nemzeti liberális akkor nem megyek pártot. Neki egy törvénytervezetnek, azért vigyázunk, tehát ő azzal a pár százalékával akarja a törvénymódosítást ahhoz, ezért mit tudom én, nem néznek filmeket, hogy szokták más országban csinálni, hogy azért megnézem, hogy lobbizok, hogy na, hány szavazatom lesz mellette, hány szavazatom lesz ellene. De Zsiga, mikor? Hát mikor lobbizanak? Hát Orbán Viktort kellett kísérni avatásról avatásra. Helyezzük kontextusba. Jó, ez most történt. Egy hétig más se hallottunk, hogy magyar nyelv a jövője Erdélybe, és utána bejönjünk a parlamentbe, na, szavazzátok meg. De hát ne viccelj, halálra van ítélve az első pillanat. De azért megdöbbentő, mert még a többi kisebbség képviselőjével sem tárgyaltak. De minek tárgyal? Az arrogancia nem feltételezi és a párbeszédet. Akkor nem lehet így utána csodálkozni, hogy minket leszavaznak és megtapsoljuk. De erre játszottak. Egyértelmű volt, erre a sértett politizálásra játszott. És akkor megint és minket 18 december 1-ig ebből meg lehet élni. Mi vagyunk a nevecsek erdők, erre játszunk. Persze, és azért kell majd minket megszavazni, mert majd jön Viktor telefonál Dragnának, és el van intézve a katolikus iskola, már lehet gyónni, tessék, cseng az óra. Ezt ágában nem volt senkinek ezt a törvényt átverni. Igen, de most körbe sírják az országot az RMDSZ-es képviselők, és csodálkoznak. Az RMDSZ-nek ma ez a programja, hogy lehet sírni. Gyerek, zsebkendő van, könyv van, még kéne. Igen, de azért nem mondhatjuk azt, hogy tényleg van, amiért sírni. Nem mondhatjuk. Tehát olyan nyilatkozatok Karácsony Zsigmondhoz intéznék egy kérdést, elnézést, kedves műsorvezető. Hallgatom. Intézményvezető. Hányszor kapott ön hivatalosan magyar nyelvű átiratot például a megyei tanácstól? Kapott? Igen, biza. Nagyon a megyei ügyes. Tanácsnál pont dicsérnem kell a Maros megyei tanácsot is. Nem csak a két székelyföldi tanács. Na, én akkor megdicsérem. Van, igenis, ott. Sőt, még a tanácsi gyűlések összehívóját is magyar nyelven kapjuk. Akkor megadom magam. De én kaptam egy átiratot, hogy románul írjam meg ugyanezt még egyszer. Hát vagy mondhatok olyan magyar nyelvű iskolát is, ahol tetőtől talpig, és románul kapom a szövegeket. Tehát én még nem emlékszem, ha valaha az elmúlt 7 évben a Nemzeti Színház címére magyar nyelven valaki küldött volna egy hivatalos átiratot egy olyan megyéből, ahol több mint 40% a magyar. Nem tudom, miért kell 15%-nál ne tartsuk be a törvényt? Erről beszéltünk. Tehát azért mondom, hogy nem tudom, miért kellett 15-re leszállítani, amikor Bihar megyében valaki látott magyar nyelvű átiratot a megyei tanácstól, vagy a városházától, ahol szintén 30% fölött van a magyarság.
De ezért kellett volna módosítani ezt a törvényt. Azért, hogy meg lehessen büntetni azt az önkormányzatot, aki nem alkalmazza ezt a törvényt, de maradjunk el. De ez nem jó, bocsássatok meg, ne haragudjatok. Ezt már végig zongoráztuk. Egy másik intézményben... Nem eléggé, mert idáig a köztudatba csak az került, hogy politikailag kell egyeztetni, hogy módosítani a nyakatáti küszöböt. Ne haragudj. Ez sokkal kevésbé pénzkérdése, mint inkább politikai és administratív akaraté. Egyetemen is dolgozom, ami igen, törvény szerint írja benne, hogy multikulturális. Oda például nem írhatsz magyar nyelvű kérvényeket a rektor úrnak. Na most azt lehet, hogy két nyelven fogod írni. Te fogsz két nyelven írni? Nem, mert nincs időm. Ő fog válaszolni két nyelven? Nem, mert nincs időm. Pontosan. Tehát ez pénzkérdése. Ez nem más. De van prorektor, aki magyar ugyanazon az egyetemen. Nálunk az ügyintézés, a két nyelvűre akarod tenni, nem törvényeket kell változtatni, motiválni kell valamiért az embereket, hogy válaszoljanak anyanyelven, hogyha anyanyelven tetted le ezeket a kérdéseket. Már itt válaszoknál tartunk. Kelemen úr nyilatkozatára igencsak éles válaszok jöttek a román politikusok részéről, kezdve azzal, hogy az RMDSZ ki kellene tenni a parlamentből, folytatva azzal, hogy állampolgárságot kellene megvonni. A Nemzeti Liberális Párt, akiről itt Zsiga mondta az imént, hogy párbeszédre kell törekedni, nem csak a kormánypárttal, hanem az ellenzékkel is. Florin Román, a párt alelnöke, felkérte Kelemen Hunort, hogy bizonyítsa azt, hogy jó román, és segítsen megbuktatni a szociáldemokrata kormányt. Tehát ilyen nyilatkozatok hangzanak el. Végre hallottuk a nevét, nem hallottam eddig. Én sem eddig, elég csak a Lajcsi mérnök nevét ismertem. Florin Román az a Nemzeti Liberális Párti honatja volt, aki fél napig éhségsztrájkolt a parlamentben. Van olyan nap, hogy háromszor is éjszéksztrájkolok. Reggelitől ebédig vacsorájkolok. És egész éjszaka nem eszem. Tehát az a kérdés, hogy miért vagy nem olyan hevesek ezek az indulatok? Miért jönnek ezek a reakciók a román pártokról? Azért, mert provokáljuk ezeket a reakciókat, mert ezekkel a reakciókkal lehet a tagsághoz fordulni, hogy minket bántanak. Jó, de ezt nem tudja a román párt, hogy ezzel az ilyen... De neki is jól jön, nekem is jól jön, akkor miért ne csináljuk? De feladjuk a labdát, nem viccelj. Ezeknek nincs, tehát beszéljünk itt konkrétan emberek. De keresik is a labdát, ne viccelj. De nem csak az a Maros megyei képviselő, akinek a nevét nem fogom kimondani többet ebben az adásban. Aki más kimondhatja. Az a ti bajotok, mondjátok. Ki, már a nevét sem mondom ki, egykor valami újságírói címet is bitorolt, de az az ő baja volt. Te volt prefektus a városnak. Volt prefektus is, meg egyéb. Például milyen törvénykezdeményezést tudsz, ami esetleg nem nemzetiséget, vagy minket érintő valami, mit tudom én, akadályoztatásról szólna. Tehát semmi értelmes nem tudunk. Mit tesz a városért, a megyéért? Mit tesz? Nem tesz egyébként. Megszerzi. Nem, bocsáss meg, azért minket is képvisel, mert Maros megyei képviselő. Lehet téged képvisel, engem nem képvisel. Engem az zavar, hogy kiül a fiatal gárda, ugye, mert mondtad, hogy volt sajtótájékoztató, és akkor elkezd panaszkodni, hát ezekkel nincs mit kezdeni. Közben kiderül, hogy alapvető módon még a többi nemzeti kisebbséggel se ültek leegyeztetni. Tehát annyira nem akarták ezt a törvényt, csak azt akarták, hogy jó nagy pofon csattanjon, mert ebből még egy fél évig lehet élni. És majd jön valaki Magyarországról, és megoldja mi összes problémánkat. Mert telefonál, és már működik is az iskola. Nem hiába céloztam, hogy megyei szinten az összes képviselő le kéne üljön néhány alkalommal, megbeszélje, hogy a városnak, a megyének mit lobbizzon ki? Tehát ez az a párbeszéd, amiről itt az imént beszélünk. Ne fárasztok, mert sokan néznek bennünket Székelyföldön. Nem, most a helyi kérdéseket. Szerinted van magyar alpolgármester Marosvásárhelynek? Számomra nincs. Papíron, de... Tehát éreztük valaha, hogy létezik valaki? Nem igen, vettük észre, ez sajnos. Na jó, tehát hogy mondjam, most a képviselők... De helyettese van. Nem tudom. Tehát a képviselők üljenek le dumálni. Nem, arról van szó, hogy az egész rothad, de bocsássatok meg. Tehát az egész egy demotivált dolog lesz. És hogyha valakit érdekel, hogy hogyan működtek régebben a sikertörténetek, például az aradi szobor kiszabadítása, akkor olvassa le azt a könyvet, hogy zajlott az egyeztetés Markó Béla és Adrián Nasztászék között. Mi ott voltunk egyébként akkor Sándorral, tehát mi azért...
helyszínen, nem többből tudjuk. De hát ezért kéne ezeknek a friss politikusoknak elmondani, hogy barátom, ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy egy centi, meg egy centi, az, hát az 1,90, na gyere még akkor 0,1-et teszünk mellé, és az, akit most szídnak, ugye olvastam Orbán Viktor nagyon, hát Markó Béla borzalmas, hogy miket csinált a Fidesszel, az például egy szobrot ki tudott hozni, és nem abban játszott rá, hogy még a szobrot se lehet kihozni. Mert ma az történne, hogy délután megfogom, nem engedik, és akkor kimegyek nyilatkozni, hogy arcul csaptak minket. Nem lehet. Tehát politika az nem erről szól. Adok valamit, kapok valamit, adok valamit. Na hát ő most azt kapott, amit megmondott. Amit akart, pont azt kapta. A kérdés, hogy akarta-e vagy nem akarta. Váltsunk témát, nézzük meg azt, hogy kit csaptak arcul Spanyolországban, vagy Katalóniában, kit csaptak arcul Madridban, vagy Barcelonában. Következzen egy rövid összefoglaló, és folytassuk ezzel. Elnapolt függetlenség. Nem hirdette ki Katalónia azonnali függetlenségét Carles Puigdemont, katalán elnök a várva várt keddesti beszédében. A katalán parlamentben megismételte, hogy megszerezték a jogot ahhoz, hogy saját országuk legyen, és az emberek álláspontját akarja érvényesíteni, hogy Katalónia független állam legyen. A függetlenség kihirdetését viszont egyelőre felfüggesztik, amíg a következő hetekben tárgyalnak a spanyol kormánnyal. Párbeszédet kért Madridtól, támogatást az EU-tól. Azt is mondta, a függetlenséget lépésről lépésre akarják elérni. Később kiderült, hogy a katalán elnök és a parlament függetlenségpárti többsége alá is írta Katalónia függetlenségi nyilatkozatát, amiben az szerepel, hogy a katalán köztársaság független, szuverén, demokratikus jogállam, de a nyilatkozat végrehajtását egyelőre felfüggesztették. A parlament előtt hangsúlyozta, hogy ez nem csak egy belpolitikai ügy, Katalónia európai ügy is lett. Mint mondta, a helyzet nagyon komoly, de fontos, hogy a kialakult feszültség ne fokozódjon tovább. A spanyol kormány szerdán rendkívüli ülést tart, amelyen értékelni fogják a katalán elnök nyilatkozatát, és döntenek a következő lépésekről. Senki nem vonhat le következtetéseket egy olyan törvényből, amely nem létezik, és egy olyan népszavazásból, ami nem történt meg. Fogalmazott keddeste Soraya Sáenz de Santa María spanyol kormány főhelyettes. A spanyol miniszterelnök helyettes Carles Puigdemont keddesti parlamenti beszédét úgy értékelte, egy olyan ember beszéde, aki nem tudja, hol van, hova tart és kivel akar menni. Az október 1-jei alkotmány ellenes népszavazáson a névjegyzékben szereplők valamivel több mint 40%-a vett részt, és 90%-ánál is többen szavaztak a függetlenségre. Az elszakadást ellenzők nagy része bojkottálta a referendumot. Carles Puigdemont ugye azt mondta, hogy Katalónia független ország, kapott egy nagy tapsot, vett egy mély levegőt, majd úgy folytatta a beszédét, hogy ezt fogjuk tenni nagyon ünnepélyes módon, és emeli a referendum mellé mindenkit alaposan meglepő húzással hirtelen bejelentette, hogy a kormány és magam is azt fogom javasolni a parlamentnek, hogy függessze fel a függetlenség kikiáltását. Tehát 40 másodperc telt el a beszédében a függetlenség, Katalónia függetlenné való kikiáltása után egészen addig, hogy függesszék ezt fel. Én úgy hallottam az interneten, hogy azt mondta, hogy független ország lesz. Ez hírügynökségi fordítás. Jó. Nekem szerencsém volt az internet. Tehát azt írja itt is, hogy Katalónia független ország lesz. És celebesz, magyar volt és magyar lesz. Persze. Én miért? Szerintem ezt a csávót gyerekkorában székely népmesékkel altatták el, és ez a hoztam is ajándékot, meg nem is. Valahogy ki kell jönni ebből a hülyeségből, amiben belevitt ezt az országot. Tényleg butasságba vitte bele az országot? De nem tudom, hogy butasságba, egy megvalósíthatatlan, helyzetbe, csapdába vitte bele az emberek. Gáspár Sándor úr nem így látja, ha jól látom az arcán. Azért ez egy több éve tartó folyamat, amelynek elég komoly szakaszai voltak, és nagy európai visszhangja, és nyilván nem véletlen, hogy egész, talán az egész világ is figyelt arra, hogy most mi lesz Katalónia környékén. Én szerintem egyedüli egy lehetősége volt egy aktív politikusnak, amit Puigdemont bejelentett, mert a spanyol miniszterelnök ugye azt kérte, hogy tegyék lehetővé a párbeszédet. Ha kikiáltják a függetlenséget, akkor nem lehet szó párbeszédről. Na, a referendumnak az eredménye, ők így nyilatkoztak, és azt szerint viselkednek, ahogyan ők nyilatkoznak, igen, gondolom. Ugye, azt szerintük a referendumnak az eredménye kötelezi őket arra. Jó. Ugye? Tehát, és az a
szavazóknak a 90%-a a függetlenségre szavazott, és ahogy én nézegettem az adatokat, a szavazati joggal rendelkező polgároknak a nagy része elment szavazni. Sándor nem ment el. Nem ment el, rendben nem van, ezen el, nem vitatkozom. Nem ment el, egyharmad szavazta meg, a választó lehetőségek közül közel egyharmada szavazta meg. De a 4,5 millióból azért vannak gyerekek is, na ne viccelj. Pont ezt a logikát mondta, amikor megbuktatták. Basescu ellen volt egy népszavazás, nem ment el 50%-a szavazni, de aki elment szavazni, az rá szavazott, és azt mondta, a szavazóim 80%-a engem akar. Összlakossággal... Jó, most nem Basescuról van szó, hanem Katalóniáról. Ugyanez a logika, na nem? Mit oldott meg? Hogy szerintem a miniszterelnök, tehát a katalán miniszterelnök a bejelentése azt mutatta, hogy ők a politikai elveiket fenntartják, az eseményeknek az eredményét következetesen alkalmazzák, viszont az a lehetőség, hogy párbeszédet kértek, ezt ők elfogadják. De miről kéne párbeszélni? Tehát van parlament, van zászló, van nyelv, van nyelvhasználat. A spanyolt nem tanítják az iskolában, az, hogy két nyelvet. A spanyolt nem kötelező. Mi az, hogy Jézusom, ha valaki spanyol tanítana Katalóniában, na akkor üljünk le párbeszélni. Valami volt a 2006-os alkotmányban, amit aztán kitöröltek. Azt hiszem, hogy picit közelebbről ismerem a helyzetet, mert voltam ott ilyen egyetemi tapasztalatcserén. A probléma nagyon egyszerű. A GDP, tehát a gazdasági akárminek a 19%-át Spanyolországnak, ez a kicsi ország adja. És még normális. Még nem ország. Még nem ország. Bocsánat, ez a régió adja. Bocsánat. Nem, tévedett, nyelven tévedett az agyam, nem. De mondjuk 300 évvel ezelőtt országnak nevezték. Jó, hát ilyen szempontból, ha jól emlékszem a történelmi tanulmányaimból, Horthy Miklós a jászságnak autonómiát ígért, és talán különálló jász köztársaság itt szóba jött. Hagyjuk a történelmet. Én nem hallottam eddig, de érdekes. De... Elküldöm neked. 19%-át a GDP-nek ő adja. Igen. Ez körülbelül úgy néz neki, hogy Konstanca, és egy adott pillanat azt mondaná, hogy a túró egye meg, hogy én termelem meg nektek azt, amit ti elpaltok Bukarestbe, vagy máshol. Ez én szerintem ez erről szólt, és erről lehet beszélni. És erről kell beszélni. Tehát rengeteg pénzt hoz Spanyolországnak, és valószínűleg unja, hogy ennyit le kell adjon. Hát arról szeretnének párbeszédet, hogy kevesebbet adjon, de mégis ők függetlenséget akarnak, vagy sem, Zsiga? Hogy látod, hogy lesz függetlenség, vagy ez nem a... Nem lesz függetlenség, ez természetes. A mányánál mondat szóban összefoglalható, és majd soha napján egyszer. Nem lesz függetlenség, valóban történelmükben azért elég sok problémájuk volt nekik a spanyolokkal, úgyhogy ne felejtkezzünk el arról a Guernica, meg egyéb dolgokról. Tehát valóban van egy sérelem bennük, nem csak a gazdasági, hanem más sérelem is van. Számomra az a megdöbbentő inkább az egész történetben, hogy keveset beszélnek a népszavazás napján történtekről. Igen, tehát, hogyha a demokratikus államnak tartja magát Spanyolország, akkor megengedhetetlen lett volna az atrocitás, ahol idős hölgyek ellen rugdosták őket, meg... Tehát ők párbeszédről beszél a NEC, ez nem párbeszéd, de van akivel párbeszédet, ezt szeretném kérdezni, van akivel elindult, párbeszédet folytatni? Akkor lehetne párbeszédet folytatni, hogyha igenis a spanyol kormány elindította volna, vagy a spanyol ügyészség elindította volna a kivizsgálást azok ellen, akik így léptek fel. Nem, menjünk hamarabb. Nem, akik egy... megszervezték, miután nem, azt mondták, itt... hogy törvény, az Alkotmánybíróság azt de mondja, hogy... De ütni verni meddig lehet. Tehát de Zsigám, ha azt mondja a hatalom, hogy már pedig ezt nem tartjátok meg, nem alkotmányos, De azt eljogosítja arra, hogy azért fegyveres a szavazópolgárok nem az állam, nem tudom. És a véleménynyilvánítás szabadsága? A véleménynyilvánítás szabadsága nem szeghet alkotmányos törvényeket. Azt utólag egy alkotmánybíróság jogosnak mondja, vagy nem mondja jogosnak, vagy előtte is jogosnak, az nem hatalmaz fel senkit, hogy agyba förbe verjen. Azt mondják, hogy azon az ajtón nem lehet bemenni. Attila, mondod, ne haragudj. De az én szabadságjogom azt kéri, hogy nem most menjek be. Nem mentek hát be. Mit csináltak? Kínáltak a téren, az utcán felemelt kézzel. Érdezem, a legkeményebb demokráciában, bocsánat. 68-ban, ha elfogadták volna a diák tüntetéseken ezt a te elvedet, igen, vagy a vietnámi háború ellen tüntető amerikai diákok, akik virággal voltak, ezek is virággal voltak, uh-huh, és ellenük ilyen atrocitással léptek fel, ezeket hidd el nekem, pár év múlva
felelősségre fogják, mert addig nem lesz béke Katalóniában, és ez a vélemény. Ez volt a probléma Magyarországon is, ugye? Annak idején a rendőrség fellépett azokkal szemben, akik a tévét megtámadták, felgyújtották az autóikat. Nem, én 56-ról beszélnék, jó, akkor nem a tévéről, bocsáss meg. Én arról beszélek, pár évvel ezelőtt, jó, ugye Magyarországon felgyújtották a... Nagyon helyes, hát nem az ellen, aki megtámadta a tévét, és az felgyújtotta az a... Dehogy volt. De most nem Magyarországról beszéljünk. De ugyanaz a helyzet, Zsiga. Nem ugyanaz a helyzet, csak mindjárt a műsoridő lejárás, nem tudjuk befejezni. Magyarországon szétverték a tévét, itt pedig egy békés, csendes, igenis, hölgyek... Törvénytelen. Álltak a téren, és őket ütötték agyba a főbe. De azt mondja Gáspárik Attila, hogy törvénytelenül álltak ott. Letartóztatom, eljárok ellene. Sem egyetlen egy demokratikus országban se engedik meg, hogy téged agyba főbe verjenek. Ezt melyik tévében láttuk ezt így? Én láttam egyenes adásban. Lejárta. Nem tudok vitatkozni ezzel kapcsolatosan, csak hallottam már, mindegy. Ami alkotmány ellenes, az ellen a hatalom fellép, azért hatalom, pont. Lejárt ez megtörtént. Az adási időnk, pont, legyen egyesen, pont. Megtörtént. Kimutatjuk utána, adj be főbe. Tényleg legyen pont, lejárt az adási időnk. Én köszönöm, hogy itt voltak ma este velünk, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra. Yeah.